Üdvözlök mindenkit, szevasztok! Comeback is real, ahogy KD csapat mondaná. Ők is nagy comebacket toltak. Én kevesebb kiagyással, de ugyanúgy comebackelek. Hello mindenkinek! Na, legyünk sátánista babák. Na, kezdjük el! Hello Jasmin! Nem tudom, melyik karakterre menjek, illetve hogy új fájlt kezdjek el, valószínűleg nem fogok, mert ebben már egy csomó időm benne van. Isaac, Magdalene, Kane, Judas, question mark, Eve, Samson, Azazel, Lazarus, időnöm nincs, meg Lilithem. Menjünk egy normál Isaac kört. Semmi izével, egy teljesen normális kört. Jó, oké. Bombámat valószínűleg nem oda fogom elhasználni, mert lehet az item roomba van reroll machine. És akkor még jól jöhet. Hú, de rég játszottam amúgy a játékkal. Egy hete kb. Az nekem régnek számít, én ezzel mindig szoktam játszani. Nem tudom, talán azért best játék ever. Ahhoz képest egy 2D-s olyan szinten le tud kötni, ahogy egy Minecraft nem bír. Túl sok lehetőség van benne. Ez az. Aha! Ez az, amire gondolok! Hát ez egy elég... erős kezdés. Jó. Jó, Jézusom. Én megijedek, de oké. Okay. Jóval, Jasu, maradhatsz, Jasu. Egy! Make a wish! Mi ez miről szól? Lényeg annyi, hogy egy, itt van Isaac barátunk, akinek az anyja sátánista, de ahogy a játékmenetből kiderül, szerintem ennél is vannak, hát nem tudom, milyen jelleges dolgok. És a sátán arra kéri anyuka a barátot, hogy fel kéne áldozni a fiát, mert valami átok ül rajta. Anyuka, nem is érdekli, csak megy, fogja a konyhakést, aztán csókolom, van hello. Hát Isaac nem nagyon szeretne még megmurdálni, éppen most volt a 6 éves, felregisztráltam most már mesteremcére. És hát leugrik inkább a pincébe, aztán itt ezekkel találkozik, ezek a kalandok érik, és innen kezdődik minden. Na jó, ilyen narrátor lennék, nem? Kár, hogy az egyik legnehezebb boss kaptuk meg első szinten. Meghalni nem fogok tőle, de rég játszottam, és hát igen, van a brimstone-ja. Kár, hogy ezt amúgy nem ismeri ezt a többen, mert én ezt imádom. Most komolyan, nem, hogy a fejét adná ide, ami plusz damage, nem, ide adja nekem egy követős formába, az nézd, én tud lilát lőni, húpi lila. Ó, kiltem Mindzone-tól. Peace out. Ez nice. Majd írok Discordon akkor valamit. Jó. Jaj. Ezek ilyen égő, nem tudom, fejetlen barátok. Haló? Jaj. De ott van. Az meg trinket. Hát nem tudom, most olyan kártyák annyira nem érdekelnek. Nem tudom, a make a wish az miért, szerintem csak luck up, azt ennyi. Jaj, kérdőjeles a map. Ez szomorú. Temperance, hát... Né, nem akart! Semmi probléma. Adakozni kell. Látjátok, mutatom a példát, adakozni kell a vért. Mapon megkérdőjelezhető, mint a koronavírus intézkedések. Jó, I can see forever! Ha már mapom nincsen, akkor legalább lássam a nem létező mapomon, hogy hol vannak a rejtett szobák. Egy ilyen csulagenget toljunk már erre a sárga légy hadseregre. Amúgy meglátszik, ha valamilyen játékot nincsen kedvem streamelni, utána az egész streameléstől elmegy a kedvem, ugyanis legutóbb ugye Cségó stream volt, ami az annyi kedvem volt, mint lószart fogni. Csupasz kézzel, kesztyű nélkül. És hát mégiscsak meg kell csinálni, mert azt szavaztátok meg. És hát ja, utána teljesen elment a kedvem az egésztől. Aztán
Nagyon ügyesen kitöröltem a gyorsítótárakat az izéből, Chrome-ból, mert azt hiszem 350 kilobájtom maradt a C meghajtón, és ugye azon van a Chrome-om. Szóval jól mondom, kitörlöm csá. Így a bejelentkezések is eltűntek. Twitch-e nekem kétfaktoros hitelesítésem van. Ugye, why not, mert fő a biztonság. Sátán szív, királyság. És kedves Twitch barátunk nem igazán engedett be, ugyanis nekem jól egy telefonszám cserém volt, és telefonszámmal lehetett volna megerősíteni, vagy ilyen auti alkalmazása, aminek a létezéséről nem tudtam. És kellett várnom, és írnom kellett az autinak, hogy így szevasz barát, lehet tudni, hogy mi történik. Változtassad meg a phone change number, és hát mostanra sikerült. Tehát, ja. Úgy volt bombám. Jó! Nem már. Pyromaniakjuk van, vagy... Nem, sebződnek tőle, de rohadt keveset. Legalább ezek ellen hatékony a ceruza. Mert ezekre egyet kell rávinni, ezt megpusztulnak. Megy ez a nélkül is. Jó van. Kaptunk ördögszobát. Kihagynám. Nem probléma. Jó, és akkor most keressünk izét. Hogy hívják? Festett követ. Ja. Jó, nekem ezt így mondhatod magyarul, nyilvánvalóan azt se tudom, peace out, hát először életem a hazat, kibékélek. Hello zombie gameplay. Na, zsa, még lefele. Na, az alvilág felé, a dark web alá. Ez még csak a jég egy csúcsa volt. Bányák. Caves. Jajjaj, jön a csúszkáló szardarab. Galacsin. És nekem jön a szemetlen lárva. Ma írtam amúgy BIOS dolgozatot, és amúgy meglepő, hogy amúgy mennyire jó, amikor így tanulok. Tehát, hogy... Haló, lehet tudni, hogy ez így... Mi a bűbánat? Nem akarom felvenni, mert a végén még csak gondom lesz belőle. Hát nem tudom, jó. Pénz. Oké, aranyszív. Hát biztos. Majd nem tudom, megnézzük kör végén, amikor már úgyis mindegy. Mert azt mondjátok, ez levesz egy szívet, én itt helybe fogom meggyilkolászni. És közben mindjárt meggyilkolászom magamat is, ügyesen. Előző szinten nem néztük meg az item roomot, már nem volt mapunk se, de mindegy. Csá, mondani fogom a gólt, jaj. Jó nagy pincéjük van. Igen, de hát tudod, ez ilyen családi hagyomány. Most pince, bor, jó kis izé. 2000 éves, romlott szőlőből. Már fel. A démon szívet el ne veszítsük, mert olyat kapsz nyulat. Most mondtam erre elvesz, mindegy. Big beautiful fly. Hát nem igazán kedvelem ezt az itemet, na mindegy. Pucypurúgy. Jó, így nevet fel, jó. Csak meg volt, rá van rajzolva arra a nem tudom, helikopter bogára. Nem úgy ez ilyen, neked csak úgy hívom, gondolom ez így az akar lenne, az a fajta, hogy az a helikopter bogár, ami így, hogyha repül, akkor egy helikopter izé irilli. A hangját, tehát hogy amikor nem olyan, mint a poloska, hogy nem, az szerintem ez annak akar így a másolata lenni, vagy nem tudom. És felrobban. Oké. Tehát rá volt fese egy szívecske, de nem, mert aztán lehet az aranyszív az valami isten jóság. De őszintén még életemben nem láttam ezt az aranyszívet. Vagy lehet láttam, csak már nem tudom. Rohadt régen is nem emlékszek rá. Speed plus damage up. Na jó, nézzük meg, hogy mit tud ez a kedves arany szívbarát. Ó, hát arany burkolatot kapott a szívem. Az se gagyi. Jó, nem kell ide semmi, nem jó az úgy. Ah, szép volt. Szép volt. Jó van, troll bombát elcseszted.
Something's wrong. Jó van. Jaj, ezek megint a helikopter bogarak, de ezek ilyen... ilyen fajta bogarak. Még több. Még több helikopter bogár. Jó. Oké. Jaj. Úgyse használom, de ide azért lerakom a Vine-et. Mert nem szeretek szinteket skippelni, már csak az itemek miatt sem. Na hát ezt nagyon elhitted. Ez mi? A garatig nyomott kalipó. Fel ne vegyed, mert én nem bízok. Ez olyan, mint a Dumb Ways to Die-be, az a piros gomb, amit megnyomsz, aztán... Az jó, azt viszem. Jó, oké. Egyik lábra megpusztult, másik lábra megpusztult, és... Yay! Halló, mi konzoldroid? Valami Rolandot olvas, nem tudom, hogy. Na mindegy. De jó vagy, testvér, nem, de aranyszínben van, nem tudom, az mire jó. Egy kiderül. I guess. Jó, oké, chill out, csak add ide a lárváimat. Te pöcs. Úgy álljál be a kő mögé. Valamit akartam. De már nem tudom, hogy mit. Valami itt volt, nem ez? Mit fel akartam robbantani, vagy mi volt? Nem tudom. Mindegy, menjünk tovább. Fogalmam sincs, boltot akartam. Ha jó nagy hülye vagyok, mert nincsen pénzem, na mindegy. 3 pénz. 0 pénz. Az is valami. Nem baj, jó. Zsa be, aztán... Ja. Valami csak lesz meg, azért meg úgy tudok bevenni. Tök mindegy. A kis lárvákat kell először megölni. És hát a pirosat. No rasszizmust. What the fuck? Ráfagyott az aranya az arcára, na mindegy. Kettő trinket? Figyelj, elfogadom. Na, figyelj, most jön a bullying rész. Adnak neki egy ajándékot, amiben egy paróka van, és kinevetik emiatt. Hát, nagyobb gond, mint mondjuk az, hogy egy 14 éves lány teherbe esett. Ha volt annyi esze, akkor legyen is annyi esze. Nem kell szerintem részleteznem, hogy itt pontosabban mikre gondolok, na mindegy. Miért ilyen kicsi az izénk? Miért száll ilyen lassan a könnyünk? Mert amúgy ezt nem említettem, de amiket lövünk, azok így a könnycseppeink, tehát... Szomorúság árt. Főleg a rohadt pókoknak, hogy takarodjatok már vissza! Jó. Nothing problem. Itt van egy jó kis szkele barát. Tüzek hamarabb fognak megsebezni, mint ez a köcsög. Jó, oké, the fool. Életemben nem használtam még ezt érdemlevileg. Robbantja ez. Most van pénzem. Az nekem viszont kell. Jó. Megszerzem valonnan azt az egy centet, az a mama meg az kell nekem. What the fuck? Beleadottam a kulcsot és adott egy... Mindegy. Wheel of Fortune? Hát felrobbantam, és szívesen felrobbantam. Jó van. Oké. The Fool-t visszük tovább. Nem tudom, mi hasznunk lesz. Ó, ez az Double Boss, Double Pin lesz előre, elmondom. MAMA MEGA!
Meglátjátok, ez egy rohadt OP dolog. Dark van? Ugye nem kettő? Hí, kettő darab Dark van? Hát legszívesebben már most elhasználnám a mama meg át, de hát... olyan lenne, mint izé... légyírtóval támadni a... izékre. Soha nem használtam még a The Fult. Eljött az idő. Ha viszont ez a nagy darab szar fog megölni, miközben mama megám van. Putyporút lesz. Köszi szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel és nyomd be a csengőt a csatornámon is, hogyha szeretnél ilyen menő mómos termékeket venni, vagy esetleg bögrét, amiből ihatod a kakaót reggelente, vagy szájmaszkot, amivel boltba mehetsz, hoppá fordítva, vagy esetleg egy nagyon menő pólót, vagy olyan pulcsit, ami rajtam van, akkor momoshop.polomania.hu, link a leírásban, és megvertitek ezeket. Még egy tekocsért megnézed, puszi!